úton vagyunk, igaz? Megint országot járunk, ismét. Már tedd oda valami eszem, alul jöjj, aztán akkor benn vagyunk innen. Az. Már egy közben fékeznem is kell. Úton vagyunk, száz halom battára. Majdnem jó így. Száz halom battára úton vagyunk, dugóval. Ott lesz megrendezve a Fekete Gábor által szervezett Fűrészmánia láncfűrészes márka független találkozó. Igen. Hozzá kell tenni, márka független, itt nem, nincs ez egy márka iránti elfogultság, amin részt fogunk venni. Ebben a filmben, amit majd most látni fogtok, az ott történő dolgokra. A napközben, ami történik. Napközben, amit tudunk, lefilmezgetünk nektek. Próbálom minél több dolgot felvenni, aztán. Aztán meglátjuk, hogy sikerül ez a film. Mi a meg egyáltalán odaérünk. Majd odaérünk, mert most nagyon beállt az a forgalom. Oda fogunk élni. Ja. Jó van. Úgyhogy akkor, akit érdekel ez a film, az nézze. Kikeveredtünk a dugóból, kikerültük. 1 óra 40 percet töltöttünk a dugóban. Igen. Elég is volt belőle. Aztán most itt vagyunk, már közeledünk a célhoz, mindjárt meg is érkezünk. Csak azt akarom megmutatni, hogy ne ragd olyan szépen ezért. Mutasd meg az eget, hogy hogy néz ki. Tehát reméljük, hogy vihar előrejelzés. Sok minden látszana. Gyere, Alire. Így látszik. Vihar előrejelzés az azt mondja, hogy felhőszakadás is lehet akár. Reméljük, hogy nem a Fűrészmánia találkozó lesz a felhőszakadás. De... Hát csak nem lesz. De jó, vannak aggályaim. Jó, lehet, hogy lesz egy záporó, jól van minden. Most az nem azt jelenti, hogy egész nap esni fog. Meglátjuk. Legyünk optimisták. Igen. Na, majd mindjárt megérkezünk. Onnan folytatjuk. Folytjuk. Megérkeztünk a helyszínre. Nem tudom, hogy ezt mutatjuk-e kamerával. Szerintem nem. Vannak, akik már megkezdték a dolgot. Az EBS-t ne nyissátok most itt. Igen, figyelj, mert mindjárt csinálunk utána egy beszélgetést. Ezzel kapcsolatosan lesz egy eligazítás, jó? Jó. Sziasztok, ciao. Szevasz, boldog! Itt van Joe bácsi, és megnézzük Joe bácsit. Szép jó napot kívánok! Szavasz Joe bácsi! Régen találkoztunk. Ezer éve. Milyen gép van nálad? Mi? Standardozott. Standardok én is. Te is mi? Én tenisz ezek, csak már könnyű meg van hozzá, de még nincs. Szavasztok! Hali, nem baj, hogy a kamerázunk közben? Reinoffer Balázs. Muszáj hozzájárulnatok. Találkoztunk, szia. Na, micsoda géped van? Kérlek szépen, ez egy összvér. 3, vagy 2172, meg egy 372-es fedél van rajta. Azért nem passzol itt valami? Így van, pontosan. És nyerít, vagy IA? Micsoda? Mit mond, IA vagy nyerít? Ja, mert ez egy 20 korona fedél, csak feketére van fújva. Így van, így van. Most, hát, most látom. Ját, mert most. Ilyen fedél nem lehet rendelni. Igen. Vagy éppen nem találtak. A hádészűrő miatt, mert ugye ott nem fér a hádészűrő, át van alakítva egy kicsit, meg van egy kicsit, ezért van piszkent. De múkolik. Nem, csak lehoztam bemutatni. Sportolva van. Hallod. Meg itt valamit látik itt a kormányán, hogy itt valami eltérés. Mert rövidebb. Ez meg egy izé. Meg a dekószerep is ugye az is folyamat. Ez meg minek a kormánya? Ez meg a 372 é, csak ez egy körkormány. Aha. De mi, gyári, nem? Gyári, persze. Nincs az a baj, csak ugye Johnnynak hosszabb ez a része. És az utolsó javar már nem fér. Ugye akkor mégsem passzol minden alkat is. Minden nem. Minden nem. Motorikusan igen egyébként. Minden más, ugyanaz, csak a burkolatok, műanyagok meg egy. Már mindig azt mondják, hogy ugyanazt rá tudok adni. Hát nem tudod. Rá tudod, csak hát ugye így. Motorikusan igen. Na, tessék, itt a portolásnak a lényege, tessék. Hát azt már muszáj volt rányitni, nem akartam egyébként, mert meg van nyitva belül, itt is, meg ott is. De még nem elég az átlag. Nem elég volt, és akkor muszáj volt ilyen trehány módon megoldani. Hol a kenése van? Az van bőségesen, jó. Na jó, majd innen folytatjuk a filmet. Figyelj ide, a Polo 1 is tud meglepetést okozni. Igen. Én beszéltem velük, hogy... Figyelj, elmondom, beszéltem velük, hogy a hét végére egy pár fűrészmániás pólót tud-e nekünk készíteni. Egyébként nyaralni volt, és úgy, hogy tud-e nekünk készíteni tűzoltásképpen, hogyha valakinek szüksége lenne a fűrészmániás találkozón fűrészmániás pólóra, akkor legyen. Készített, és a csomagba rakott egy ilyet is, ezt szeretném megmutatni, hogy ez mi ez. Grillezni gondolom, vagy sütni, főzni. Tessék.
vár fel egy kicsit? Nem, ez ilyen, ez ilyen... Hogy vár... De nem, ő, ne ő vegye fel, nem, nem, nem. Aki a kardisznót elleti, az vegye fel. Na, nézd. Én egyébként ezt, én ezt kapásról rá fogom adni a Gáborra, a főszervezőre, mert ő fogja csinálni a kaját. Igen. Tehát akkor megérdem, ez lesz az ő ajándék, ezt akkor dugd félre, dugd el. Figyelj, most pedig meglátogatjuk. Hoppá! A fő szervezőt, aki szervezte az egészet, elkapjuk. Elkapjuk, most nem menekül. Most nem menekülsz. Az, hogy teli van rajzolt? Ja. Nem menekülök. Szavasz! Gyere, légy szíves, mutatkozz be nekünk a nézőnknek. Fekete Gábor vagyok. És te vagy itt a főszervező. A főszervező, mondjuk igen. Figyelj, meg akarunk lepni téged. Igen. Közvetett módon, mert minket is megleptek ezzel. Na. Mivel te készíted itt a zebédet. Igen, az egy napi költet. Hát így is próbálom. Oh, de miért nem sárga, mondaná az ember, de maradjon kék. Ó, oh, hát, köszönöm. Ennyi. Hát elég be egy kicsit. Jó lesz, jó lesz. Jó lesz, jó lesz. Köszönöm szépen. Mondjuk el a nézőknek, hogy hol vagyunk. Százhalombattán vagyunk, a Csónakházban. Hivatalos nevén Klub Sirály. És jelenleg itt a hátsó részen, ahol lehet bográcsozni, főzögetni, focizni, igen, mutatom is. Fát vágni, ezt a területet foglaltuk el. És minden kedves ismerős, aki eljött, képzeljétek el, hozott magával láncfűrészt. Már van egy pár, ugye? Nem sem, van igen, egy igen, igen, igen. Hihetetlen. Ja, szinte hihetetlen. Szerintem mi hoztuk a legkevesebbet egyébként, igen, azt, igen. Is, azt is megmerem kockáztatni. Én egy darabot hoztam. Na, akkor te vagy a rekorder. Eddig. Negatív rekorder. De nem baj, vannak ilyenek is. Na és akkor most fog beindulni. Reméljük az eső az nem. Bízunk benne, hogy nem, de azért rá vagyunk készülve. Igen. És ígérték, hogy pár percig fog tartani, és utána elmegy. Na, higgyük. Na, föntiekkel majd beszélünk. Jól van, jól van. Amúgy igen, kicsit párás az idő. Meg egy kicsit dolgozunk. Na és akkor arról beszéljünk egy kicsit, mi ennek az összejövetelnek a célja? Ennek az összejövetelnek a célja? Én úgy gondolom, hogy van ez a csoport, akit követünk. Fűrészmánia klubra gondolsz? Fűrészmániára gondolok. És miután nagyon sok emberrel tartom ezen a fórumon keresztül a kapcsolatot, úgy gondoltam, hogy közvetettebb, hogyha így összeülünk, beszélgetünk egy ilyen családias környezetbe, megvágunk egy kis fát, és megismerjük egymást. Így van. Tehát itt nem a márkáknak a háborújáról van szó, hogy most az egyik jobb a másiknál, hanem... Nem. Arról szól, hogy megismerjük egymást. Ennyi. Így van. És na. Hála Istennek, ahogy nézem, föl is találják azonok magukat. Igen. Kiraktam a batot aztán, ugye. Meg kell nézni, megvan-e minden lába a baknak utána. Igen, igen, igen. Na igen? Látom, itt azért elég komoly szakmai beszélgetések mennek már. Gyakorlati beszélgetések. Beszélgetések, igen. Igen. Na jó, meglátjuk majd, hogy hogyan indulnak a dolgok, aztán hát bízunk benne. Folytatjuk. Köszönjük. Fogunk, az biztos. Az a lényeg. Joe villámszerel, igaz? Milyen gép ez? Az a kondenzátorja, vagy az micsoda? Ez a kondenzátorja, igen. Ez januári projektem volt, azt lehet mondani. Aha. Most arra ki lett kész, és ennyi a híja, hogy működjek. Ennyi a híja? Aha. Ennyi lett a híja, az utolsó percben jött meg a membránszet hozzá, és el akartam hozni, bemutatni, hogy mi lett a szemétkupacból, mert ez azt lehet mondani, hogy az volt. Az volt? Igen. Hát apró pénzé vettem, azt lehet mondani. Lennyelve forinté vettem az egész, úgyhogy egy hulladék volt. És akkor szépen lassan összeállt. Hát még vannak hiányosságai, de... De idővel. Na ott már valami régi láncfűrész hangot is hallok. Ez egy különlegesség, innen lehet látni. Erre majd ki fogunk térni, jó? Attila. Ez megérdemel egy fejezetet. Igen. Károltad össze? Vagy ez így volt? Nem, az ilyen szemét. Az egy... Jó, lám. Semmi olyan nincs, csak hogy nem van szakadva, meg fordítva volt benne. Én állapodtam, hogy így volt össze. Hát így persze, hogy nem megy. Én nem szokott. Majd fog. Nem szokott sikerülni. Na jó, gyere, nézzük meg a fegét.
Nekem miért? Miért ne? Gyűjtöd a lányát? Nem gyűjtöd már, vagy? Nem tudom szépen, ilyen még nincsen. Mi ez? Ilyen szép színi. De ez itt tajga, és nincs apának ilyenje, mert nem találtam belőle szépet. Figyelj, van hozzá egy vadonatúj membrán készletem is, csak azt elfelejtettem el. Ha elküldöm, postán. Hát nagyon szépen köszönöm. Na, azt nem mondom, hogy használ a egészsége, mert ez nem kell. És ez még nem is olyan régi gyártmány. Ja. 2004-es vagy hány? 2003-as. Na gyerek, szaladj végig közben a Bojtinak, milyen gépei vannak itt. Színes, sok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Egy gonddal kevesebb van ott. Van itt minden. Ez hova tegyük? Így jobb lett, vagy négy? Bojti szereti a gondokat. Figyelj, de ha van bőven gondok. Látom. Nézd meg, hogy milyen kevés gépet hoztunk. Mi vagyunk a legszolidabbak, látod? Van ott egy FQ MP6500. Ugye még egy GS650, a 965 Jakarta. Hát ugye azért az olasz bombázót azt muszáj elhozni. Meg érdekességképpen egy prototípus, tehát egy láncfűrészes találkozón egy prototípus is meg lehet nézni. Tehát rá is van írva. Mi van rá írva? Te beszélsz Londonul, nem? Én nem. Voltál külföldön, megtanultam. Na. Not for sale or rent. Tehát hogy ez nem eladható és nem kölcsönözhető. Ez prototípus gép. Most van benne 11,2 üzemóra aktívan. Ugye ez lesz, ha minden igaz, nyár végére fog megérkezni, ez a Uleo Mok-nak lesz a belépő modellje. Ezt bele kell hagyni? Nem, ezt ki kell lenni. Milyen sapkád? Ha nézem? Az én fejemben is úgy, ha persze. Te tartja a formáját. Igen, így van, kimerem így. Na jó. Benne leszel a tévébe. Én is? Igen. Te is. Megerett. Na látod? Látod? Bojti az... Bojti az mennyire rutinos? Le is ponyvázta. Jó, hát én nem sajnálom, hogy egy kicsit ellázik. Csak a sisakot, hogy abban legyen víz. Fölfordítjuk. A gépnek nem árt, igaz? Hát, de nem szintén tartani. De volt rá példa. Volt rá példa, hogy be kell fejezni a kovágát. Jó, van egy kis eső, aztán majd utána folytatjuk. De a kaja addig is készül. Vásod. Nagy engem is lesz a tévében. Megint esik az eső. Mindig akkor esik, amikor nem akarjuk. Múkorik az a fűrész? De hogy múkorik? Valóban jó fűrészelés az is kell egyébként, hogy meg kell pakolni a bakot, igaz? Na, kíváncsi, hogy kibírja. Szerintem egy kicsit tovább nyom bele. Figyelj! Én egyébként szívem szerint a bakot is arrébb tenni. Elég csenevész az a bak. Oda, kb. Ahol van, ahol a fűrész van. Még. Ja, mert hogy könnyebb lesz.
Hány lóerő? 7,1. Nézd, mit találtam benne valamit. 7,1. Aha. Az a jó. Aha, kis pöcsös. Azt próbáld ki, az geci jó. Milyen? Nagyon jó. Már melegítettem egy anyját. Olyan bika, mint egy kandisznó. Aki hatott kölykedzett. Megelletted? Jó. Akkor belemegy a szemedbe. Balázsnak belement a dzsingy a szemébe. Ez annyira jellemző egyébként. Nem játékszó szem. Ez így szokott lenni. Most leállítottad, nem? Most elindítottam. Zsúfolja? Húj. Forgácsolod a fényeskedet.
Az a statiszta fűrészelés. De ott van, van ott jó száraz. Akkor pincepörtöt lesz. De nem a pincébe csináljuk. Jó lesz? Hogy összekevered akkor az? Jó lesz? Nem jó lesz. Na, vedd fel a sisakot, na. Ez egy pöpezgép. Láncol, lehetne. Lehetne élezés. Betelik minden. Ezek jó mennek. Az aksi, ez a magkita, ez igen jól megy. Figyelj, azt úgy tett félre, hogy azt még ketté kell válni valami nagy fűrésszel. Akkor nem? Meg keresnek valami nagyot. Jó, hát ez meg ízé. Ez meg eleve kugliról lehet válni, nem? Jó, oké. Okay. Sörről a tétnek. Na, egyre gondoltam. Nem. Vigyázz a fületre. Fogd vissza azért. Brutális. Már be kell melegíteni. Ne. Marha jól megy. Balázs egy túlruhadás. Átesik. Nagyon jól megy egyébként. Ebbe is van valami biztonsági kuplunk, nem? Ki ez azért? Hát a motort állítja meg, nem a fék. Most aki össze a gépét a másikat. Megállt ez is egyszer, magától. Mondom, hogy erőltetés. Szépen megy. Vasárnapi tűzik a darabulás, teljesen. Nem, nem szólnak a szomszédok. Amúgy... Mászni is tök jó lenne. 36-os próbáltam ki most az újat aksiban. Melyiket? 36-os. Pusvárnál. Nem is van az. Talán ez a legújabb. Az aksi. Aha. Azt nem próbáltuk. Mi próbáltuk. Kurva jó, csak nehéz, mint a pusztula. A régi száz. Már egy akkumulátor van benne. Ja, valamelyiket próbáltuk, igen. Próbáltuk, mindegyik nagyon jól ment. De egy mászáskor, azt nem tudom. Stiléve, amivel könnyebb, de az ugye Hennád is egyébként, ha pusvárnál jobb. Nem azért a húsvárna, de nehezebb. Tuti. Őszre ígérik, de vagy tuti. Ja, biztos, 100%. Hát ami van, az ugye ez egy klub. Nem látok ilyen 20 van a ruhás embert. Mindjárt jön a Feri, mert mondtam neki, hogy vegyek fel, öltözzön be. Nem tudom, mert ugye tényleg mindig súlyokról beszélgetünk, az ember vágyat. Nekem a szemüvegem meg az egyébként. Hol van? Egész. Itt van, én ott van rajta. Tényleg. Látod? Meg a gép. Látod, el is akkor mind az enyém. Nézd meg, hogy néz ki a gépen. Nézd meg. El se indítottam. Na, majd most lesz. Ezt is megélesztetitek, tessék. Állítólag ez jól megy, nem? Hát a lánca nem biztos, mert már életlen. Egyébként ez kurva. Figyelj le, nincs rajta dekószelep. Az nincs rajta. Olyan kompresszió van, hogy aki ezt fogom, nem érte. Meg kell szivatni. Elindítsam. Sepp Ribbel, Pupo, Sepp.
Mennyi gép van elindítva? Ja,
támadnak felé. Még egy elektromosabb, addig hagyd már csak megjelenni. Várjál, addig itt van ez? Lefkó, megszeretném érni. Rekkó,
Szavasz, Norbi! Husky kupa. Megy a kamera, Norbi? Igen. Mi jó nagy szakáll a hanyag? Figyelj ide! Egy olyan különleges kérésem van. Gyere, mutasd be a pólómat. Mondd el, hogy mi van itt, mit látunk. Remeg a kezem. Te mi van? Nem itt vagy túl sokat itt? Nem tudom eldönteni. Na. Mit kell tudni erről a pólóról? Az, hogy éppen jó. Jó? Éppen? Éppen jó. Nagy lett a kezed, azt kell róla tudni, nem fér már bele. De legközelebb azért ne gyerekméretet vegyél. nem volt nagyobb. Oké. Okay. Ez a Blockhausenből származik, 2019-es Husky kupáról. Ami? Tehát úgy kell mindig elmondani, nem tudjuk, hogy az előző epizódot, vagy azt előzőt látta-e valaki. Igen. Mostani néző között. Tehát mi az a Husky kupa? Husky kupa? Láncfűrészes faragó világbajnokság. Németországban, Mulda tartományában, ami a 100 országi részen van, és onnan származik a póló. Mit kell rajta nézni? Hát, hogy egyszer a Blockhausen, Best of Chainshaft Carver, és a sárkány témában indultam. Én vagyok ugye elől, akkor utána Bob King, James Denking, Jake Swanson, Edith Plazóta, ő osztrák, egy idősebb hölgy. Őről annyit kell tudni, hogy az édesapja, aki 92 éves, ő Európában egy alapítója az egész láncfűrészes faragási világnak. Ő 92 évesen ezen a versenyen még láncfűrésszel faragott, és jól faragott. Ezt azért hozzátenném, tehát még jó ugye, sok... Mutasd meg, mi van mögötted! Még sokáig faraghatunk. Azon rögtön, nem? Meg az objektív, nem is látni semmit, mert annyira gondolom. Nem baj. Nem, azt írja, hogy túl gyorsan vagyok. Oliver volt az ő társa. Kedzsi Kidokoró, Simon Rourke, szerintem nem kell őket bemutatni, Igor Luskotov, Florian Linder, Mihály Tomoszusz, Resz Hoffman, ők voltak a másik, vagyis a hatodik csapat, így van, és akkor a póló még fent van az összes Speed Carver neve, aki ezen a versenyen részt vett. Figyelj ide, és akkor te itt mit értél el? Százországi miniszteri külön díjat kaptunk. Százországi miniszteri külön díjat, az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egyetlen egy díjat adtak volna ki ezen a versenyen, egyetlen egy helyezés lett volna. Olyan méretekben készültek az alkotások, hogy nem akarták a szervezők azt, hogy mondjuk valamelyikre azt mondják, hogy ez utolsó, hanem egyet szerettek volna kiemelni. A száz tartományi miniszter minden évben kilátogat ugye a rendezvényre. Itt napi szinten olyan 8000 ember fordul meg. És ő azt mondta, hogy kell külön díjat is adni. És a mi sárkányunk lett a külön díjas. Gratulálok hozzá. Köszönöm szépen. Hát ugye, köszönjük szépen. Ugye azt tegyük hozzá, hogy neked ez nagy álmod volt, hogy te ide kijuss. Így van. És akkor ráadásul még egy ilyen eredményt elérni, az a hava tortán, nem? Magában így a magyar láncfűrészes faragós világban már az is nagy szó volt, hogy kijutottunk, tehát meghívásos alapon lehet kikerülni, és az, hogy még egy díjjal tértem haza, illetve Amerikába a társam, az még pláne egy nagyon nagy szó. Na, szuper. Azt mit nézel bele? Már így át is közelít a hátára. Még innen szétnyerni. Ki az egészet, újra feltekerni? Ja, nem. Joe nem azt akarja. Joe az nem azt akarja, hogy újra feltekerni, hanem csak félig. Már csak meg kell fogni a izét. Így van, de most nagyon ügyesen csináltad ezt. Egész addig, amíg... Ez melyik gép?
Ahhoz képest azt hittem, hogy majd nem fog tetszeni, azt mondom, hogy nem lesz. Jó volt ez. Aha, fedje a beteget. Köszönöm a segítséget. Hallod? Figyelj, arról volt szó, hogy lánccserélő versenyt rendezünk, de itt látom, hogy ezért van itt rugófeltekerésre látszik. Hát figyelj, én odaadom az enyémet egy kicsit, aztán meg te meg is adok. Na nézd meg, milyen fasz a pólom van, mit szólsz? Igen, jó, hát kikáros, a kupára. Norbival hozattam egyet. Aha. Tulajdonos sárkányos póló. Na nézd, izgulok. Már most nem jó, egy hiba. Egy hiba pont. Adod a Balázsnak, majd ő föltekeri. Jó lesz az. Nem is tudom, hogy a fékezet. Nem, ez mindenki volt, hogy le kéne hozzászedni mindenféle fajta. Hát igen. Mert kőbe tud pörgetni, akkor benn van sokkal hamarabb. Így van. Pontosan ezt akartam mondani, csak nem akartam okoskodni Jó bácsinak. De pontosan az a lényege lenne, hogyha az asztalon tudnád pörgetni. Én bevállalnák inkább egy csomózást, és bevágnám a csomót. Az előbb is megmondt mondjuk csomóinkről, csak úgy mondjuk nehezebb. Balázs, láttad azt a képet, amelyikről stíli kép volt, meg hogy benne az a képén volt? Azt láttad meg? Igen. Igen, és most milyen sapidó? Oleomakos. Már egy évet kibírt, azt lehet mondani. Elég jó védik. Nekem is jó védik, csak mondtam, hogy van most. Puszkarna. Puszkarna. És akkor kérdezik, hogy miért pont ilyen sapkád, miért nem stíl, hogy a más stíl elkarod. Na gyerekek, még nem volt pénzem megvenni a Oleo kaszát. Nem tudom, hogy milyen különben. Egyszer jó volna tesztelni egyet majd. Mégis nem, milyen lehet? Még nem hordok sapkát, mert akkor meg hogy néznék ki, hogyha le nem volt nyáron. Világos. Gyerekek, én azt látom, hogy most megint ki akarok ugrani. Hát ez... Hogyha még stíl lenne, akkor még azt mondom, hogy oké, rendben. Tehát akkor a Husqvarna hibás. Vártam. Husqvarna hibás. Vagy ki nyugodtan a csomót, hogy kell. Így nem jó? És akkor jön a srác, hogy nagyon foglalkos a munkák. Köszönöm. Ez így volt? Ez még így volt? Igen. Nati? Most van jó idő, nem? Ja, most van jó idő.
Szerencsés picsa gyümölcs vagy, baszki. Elérkeztünk egy olyan pillanathoz a filmünkben, amikor is, mi fog történni? Egy sikerült... Jól sikerült gyűjtést. Aukciót. Aukció során történt gyűjtésnek az eredményét átadjuk a célzott... Aranykapu alapítványnak. Akkor legyen kedves bemutatkozni. Üdvözlöm Önöket, és Szakon Nikolett vagyok, az Aranykapu alapítvány titkára, és nagyon-nagyon meglepett az úrnak a telefonja, mert pont egy kéthetes táborban voltam rengeteg gyerekkel, és azt hittem, hogy egy szülő és valami baj van, de rögtön leültem és mindent félredobtam, mert az ilyen telefonálásoknak nagyon örülünk, és ráadásul mondhatom, akkor két osztályt is ugye támogat ez az akció. Jó, megpróbálom nagyjából azoknak a nézőinknek, akik nem látták az előző filmeket, vagy pedig magát az aukciót nem követték, hogy miről is volt szó. Arról volt szó, hogy te privát emberként felajánlottál egy Oleoma GS720-as pár néhány üzemórás láncfűrészt, hogy mi, ahogy szoktuk, jótékony célra egy aukció keretében áverezzük el. Amit meg is vásárolt egy úriember 185.000 forintért. Somorácki Krisztián. Őnek is szeretnénk megköszönni ezt a nagy lelkű... Én most tapsolok egyet, mert ez egy ilyen dolog, ilyenkor ezt szokták. Köszönjük szépen. Köszönöm. Tehát még egyszer köszönjük neki, hogy ő ezt megvásárolta, és használja egészséggel ezt a láncfűrészt, és balesetmentesen. És volt, aki még kipótolta ezt a 185.000 forintot. Légy szíves, mutatkozz be. Rádám vagyok. És te mennyivel pótoltad? 15.000 forinttal. Ezt nagyon szépen köszönjük. És ezt is megköszönöm. És én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ezt mindenképpen a lehető legjobb módon használják fel ezt az összeget. És a nézőinknek azt szeretném továbbítani, hogy minden ilyen jótékony aukciónk, amiket végrehajtunk, legyen példaértékű. Nem azért, hogy magunkat fényezzük, hanem az, hogy bárki képes segíteni, csak tudni kell a módját, hogy hogyan. Úgyhogy én szeretném megköszönni az összefogást. Na, további szép napot mindenkinek, és jó egészséget! Kicsit fűrészesek vagyunk. Fűrészesen ugyan, jó? És szerintem ez így nagyon jó. Csinálok egy olyat, hogy ezt így rátecsételem, jó? Mert akkor ezzel én ezt akkor átvettem. És a továbbiakban. Köszönöm a kezdeményezést és a támogatást is, jó? És ott az úrnak, akinek a neve bekerült. Köszönöm, köszönöm. Fősfotót a disznópásztor barátok. Disznó elletővel. A világ legnagyobb varázslója. Nem tettek róla, hogy mindent elhiszem. Hát jó, persze. Igaz embereknek mindent elhiszem. Jó étvágyat mindenkinek, egészségetekre! Na. Energiáink végéhez értünk. Nem a fizikális energiák. Nézd, elbírjátok a fűrészt? Elbírjátok. Igazából az van, hogy le fog merülni a kamera. És ami történt, megtörtént. Felvettük, amit akartunk. Mindenki ragadjon egy láncfűrészt, ha már láncfűrészes találkozó.
És akkor, aki tudja, az emelje magasra a fűrészét. Én nem tudom. Köszönjük szépen. Aki nem tudja, csak imitálja. Jó van. Brümmögök hozzá. Jó van, fiúk. Na, ez a beszéd. Akkor ez volt a fűrészmánia, a láncfűrészes amatőr találkozó. Szavasztok! Hello. Sziasztok! Sziasztok! Szavasztok, cső!